A felkészülés 6. hetében jár a Székesfehérváron edzőtáborozó U18-as fiú kosárlabda válogatott. A két korábbi nyíregyházi edző, Ferenci Tamás és Horváth Imre mellett a szintén nyíregyházi Farkasinszki Gábor erőnléti edzőként tagja a szakmai stábnak. Induláskor a Kékcápák három játékosa, Mokánszki Máté, Farkas Dániel és Fazekas Csaba is bent volt az akkor 17 kosaras számláló keretben, utóbbi azonban betegsége miatt hamar elköszönt társaitól. A másik két játékosnak még esélye van arra, hogy bekerüljön a Tallinnba utazó csapatba. Csabira mindenféleképpen mi meghatározó emberre számítottunk volna, hisz ő egy éve fiatalabbként is benne volt a tavalyi A-csoportos főutársul hajszállal lemaradó csapatban. Tehát ő neki a kiesése az nagy érvágás. Mokánszki Máté és Farkas Dani jelen pillanatban mind a ketten benne vannak a 14-es keretben. Gondolkozunk azon, az egyikőjüknek nagy esélye van arra, hogy kiutazzon, de azért nem merünk kijelenteni még semmit. Vannak olyan tapasztalataink, hogy akár az utolsó edzéseken is történhetnek sérülések, illetve betegségek. Ezért is az utolsó pillanatig tartjuk a 14 főt, és az utolsó pillanatban a meccs után fogjuk kijelölni, hogy ki az a 12, aki Tallinnba jön velünk. A korosztály felső határánál egy évvel fiatalabb Mokánszki Máté elégedett a csapat, és saját maga felkészülési meccseken nyújtott teljesítményével. A csapat teljesítménye az jó volt, ahhoz képest, hogy kétszer vesztettünk, de szerintem csapatként tudtunk mozogni annak ellenére, hogy egy 5 hetünk volt, vagy 4 hetünk arra, hogy összeálljunk egy csapattá. Az egyéni teljesítmény az is helyek közel meg vagyok elégedve, de persze nyilván tudnék jobbat, de nem tudok, egy játékos se tud mindig hibátlanul játszani. Tavaly az A-csoportba jutást jelentő 3. helyről döntő meccsen egy ponttal kapott ki Szlovákiától az U18-as magyar válogatott. A szövetségi edző reméli, hogy idén is a felsőházban lesznek érdekeltek az EB végjátékában. Isten igazából mi nem ismerjük az ellenfeleket. Az eddigiektől eltérően most nem 16 éves koruktól visszük tovább a csapatot, hanem Váradi Attilától kaptuk meg ezt a korosztályt. Amit tudni kell, hogy az 1999-ben született játékosok száma kevés Magyarországon, nem túl erős ez a korosztály, úgyhogy nálunk is nagyon sok egy évvel fiatalabb 2000-es található a 14-es keretben. Ez a korosztály 2 évvel ezelőtt U16-ban a 13. helyet szerezte meg, mindenféleképpen ezen szeretnénk javítani. A helyzetünk nem egyszerű, hisz az úgynevezett halálcsoportba kerültünk. Ebben a csoportban, ha első 2-3 fordulót jól veszük, esélyünk van arra, hogy 8 közé jussunk. Ha netalántán nem sikerülnek az első mérkőzéseink, akkor még az is benne van a keretben, hogy 17-24. Helyen játszunk. Mi abba bízunk, hogy az első verzió fog megvalósulni, és a 8 közé jutásért fogunk majd küzdeni. A jövő hét közepén kezdődő B-csoportos Európa-bajnokságon a magyarok a csoportmeccseken Horvátország, Fehér Oroszország, Grúzia, Bulgária és Izland ellen lépnek pályára.